hogy kiválták a diófát, utána rögtön küldtem egyet, hogy szeretnék azt pótolni. Fogadó órára érkezett ez a férfi az egyes számú választó körzet képviselőjéhez, mert fát szeretne ültetni a körzetben. De nem csak ilyen jellegű kérdésekre kell megoldást találnia az önkormányzati képviselőnek, hiszen számos másik, a városrészt érintő észrevételekkel keresik meg Szabó Bakos Györgynét, aki minden héten személyesen fogadja a városrész lakóit. A fogadónap az abszolút kiszámíthatatlan, soha nem tudom, hogy éppen milyen problémával keresnek meg, a legváltozatosabb problémákkal. Hát esetleg évszakhoz köthető, ilyen most az esőzés miatt például vannak olyan területek, ahol megáll a víz, akkor a falevelek, ősszel, tavasszal parkosítás, ugye fűnyírás, stb. Tehát így évszakhoz köthető, de ezen kívül aztán tényleg a legváltozatosabb témákba szoktak megkeresni. Fejlesztések is történtek a belvárosban az elmúlt időszakban. Egyebek mellett megújult a járda a Prohászkától a Munkácsi utcáig, valamint még ezen a héten átadják a múzeum új kőtárát is. Prohászka 12-16-nál van egy ilyen beugró rész, és az le volt valamikor nagyon régen aszfaltozva, és azt parkolónak használták az autók. Zöldön, járdán keresztül ott parkoltak, és hát ennek a parkosítása, illetve megváltoztatása, ez nem sikerült az út felújításával. Abban nem tudták belerakni, és így most képviselői keretből idén én azt megcsináltattam. A belvárosban élőket Szabó Bakos Györgyné önkormányzati képviselő minden héten kedden 16 és 18 óra között várja a piactér 4 szám alatt az autóbusz pályaudvar épületének udvarában. A fogadó órán kívüli időpontokban pedig telefonon a 0670 669 9016-os telefonszámon is várja a lakossági megkereséseket.